Ez egy olyan téma, ez a darabolós főhadnagy, hogy arra majdnem mindenki emlékszik, vagy ez erre a dalra, hogy Léderedné, mi van a kosárban, Kodálkának keze, feje, lába. Ez rögtön akkor keletkezett, és hogy mennyire megmaradt az emberekben, azt egy dal van ezzel kapcsolatban. A Sirius együttes 1973-ban a egyetemi színpadon előadta ezt a számot. X évvel, tehát ez 1925-ben volt ez a gyilkosság, és 1973-ban még mindig ez a két strófa, hogy mi van a kosárban, keze, feje, lába, és mi van a fiókban, ez megmaradt az emberekben. Úgyhogy miért volt ez érdekes? Ugye itt ezen a képen látszik bal oldalt a Léderer Gusztáv, középen a Kodálka, és jobb oldalt Léderedné, azaz Schwarz Mária és Mici. 1925-ben követték el ezt a gyilkosságot, ezt a kegyetlen gyilkosságot, és nyereségvágyból követték el. Ez volt aztán később a vád ellenük, és a Tölgyfa utca 4-ben. Ami az érdekesség ennek, hogy Léderer Gusztáv csendőr főhadnagy volt. Az ő életéről majd később egy pár mondatot azért még mondok. Amit viszont szeretnék most felolvasni, Krúdi Gyula nyomon követte az eseményeket, és a Régi Pesti Históriák című kiadványban írt egy pár sort, egy bevezetőként ezt szeretném felolvasni. Történt, hogy Budán, a Tölgyfa utca egy kispolgári lakásában a proviánt főhadnagy imponálni akart a feleségének, és szolgálati revolverével agyonlőtte azt a kedélyes, kövér embert, akinek voltak éppen egész életében rossz, pikáns novellákban vagy érzéki karcolatokban kellett volna csak szerepelnie. Az imádott nő mostanában bírái előtt Der Kodálkának vagy Der Fleischhackernek emlegeti. Holott ő bizonyosan azt hiszi valahol a Duna fenekén, hogy gyöngédebb szóval is megemlékeznek valaha róla, miután pénzét és életét feláldozta szenvedélyes szerelmének. Tehát ez volt a tett, amit elkövettek, és milyen forrásokban lehet találni ezzel kapcsolatban információkat. Itt egy csomó korabeli újságot felvetítettem, ami napilapok, meg bulvárlapok, de a rendőrségi szakfolyóiratok is természetesen foglalkoztak ezzel. És mivel az ügy tényleg érintett egy aktív csendőr főhadnagyot, alaposan kivizsgálták az ügyet, hiszen a csendőrség, ami 1919-ben az első világháború után, korábban 1881-ben alakult a csendőrség, de 1919-ben Horthy megpróbálta a rendvédelmi szerveket rendőrség-csendőrség egy fővezérség alá összehozni, és aztán később a csendőrség egy külön szervezeti egység lett a vidéknek a rendvédelmi szerve, és a rendőrség pedig maradt a városokban rendvédelmi szervként. Tehát Léderer ennek a testületnek, ami egy elit testület volt, és a Honvédelmi Minisztérium alá tartozott, ennek volt a tagja, és az ügyet kezdetben talán
el is mismásolták volna, szőnyeg alá söpörték volna, de nem lehetett, hiszen annyira kegyetlen módon követték el ezt a gyilkosságot. És az 1600 oldalnyi perirat az, ami ránk maradt, és a levéltárban ez olvasható. A Lederer Gusztáv, ki volt ez a most már olyan sokat emlegetett főhadnagy. Nem lehet megállapítani, többször már próbáltam, hogy pontosan mikor is született, valamikor a forrásokban az van, hogy 1880-ban. Ami érdekes, hogy még a per során sem vallotta be, hogy 1886 vagy 87, ez a két dátum szerepel. És Pozsonyban született. Az első világháborúban önként jelentkezett a frontra, de soha nem teljesített frontszolgálatot, hanem mindig ilyen élelmezési, tiszti feladatot és gazdasági feladatokat látott el. Állítólag a tanúvallomások szerint már akkor is enyveskezűnek tartották ilyen szép kifejezéssel, hiszen eltulajdonított ott a hadseregnek az ellátmányából ezt azt. 1919-ben, tehát a tanácsköztársaság után a antibolsevista komitéhez csatlakozott, annak a bécsi irodájának lett a munkatársa, majd a Nemzeti Hadseregbe kérte a felvételét, és az annyira ismert prónai és héjas különítményben. Itt én azt a kettőt együtt emlegetem, de volt, amikor külön is dolgozott a prónai különítmény, volt, amikor és a héjas különítmény, és hol az egyikben, hol a másikban vett részt, és hát ezek a különítmények a meglehetős kegyetlenségükről voltak ismertek. Itt a különítményesek között is sokszor visszaélés követett el, és ezért prónai elbocsátott ennek, majd később lesz még jelentősége. És akkor kérte a felvételét a csendőrségbe, és úgy látszik, hogy az előéletével nem sokat törődtek, és felvették, és főhadnagy lett belőle. Ki volt a felesége, Schwarz, Mária vagy Mici? Pozsonyban ismerkedtek meg, ő egy pozsonyi kávéházban volt pénztáros, és érdekességképpen ebben a kávéházban ő egy előkelő származású angol lord lányának adja ki magát, hiszen a Grudi-féle idézett írásnak is az a címe a régipesti históriákon belül, hogy szépasszony férje, vagy hogyan koncolt föl az angol lord lánya egy pesti hentes mestert, regény 1925-ből, ez a hosszú cím. De ezt még majd úgyis fogják látni a későbbiekben. Tehát ők meglehetősen a feleség költekező életmódot folytatott, és úgy gondolta, hogyha ő már a csendőrség állományába tartozó főhadnagynak a felesége, akkor neki egy olyan életformát is kell vinnie. De hát azért a csendőrségnél nem fizették olyan jól a alkalmazottakat vagy a tiszteket, és elfogyott a pénz, amit korábban mint különítményes, vagy mint az első világháború alatt szerzett vagyont. És ekkor eszelték ki ezt az ördögi tervet, és különösen a feleség terve az volt, hogy hát megismerkedik ezzel a jómódú hentes mesterrel, Kodálka Ferenccel, akinek több hentes üzlete is volt a fővárosban, és vagyonos embernek számított, és majd elszedik a pénzét, és ha önként nem adja, akkor akár gyilkosság árán is hozzá fognak jutni, és el fogják hallgattatni. Lederer úgy került kapcsolatba Kodálkával, hogy Kodálka a hentesáru üzletéből a hadseregnek szállított húst, és ilyen kvázi baráti kapcsolatba kerültek, azon túl, hogy a feleség pedig tehát a barátnője, most így mondanám, vagy a szeretője lett a Kodálkának ilyen önző érdekből, hogy na majd a későbbiekben sikerül pénzétől megszabadítani. Kitalálták azt a történetet 1924. decemberében már, hogy ha 100 millió koronát, akkor azért a 20-as évek közepén, 24-ben már a korona értéke elég alacsony volt, és nagyon magas volt az infláció, hiszen a pengőt 1927-ben fogják majd bevezetni, tehát 25-27 között még azért a korona a fizetőeszköz, tehát hatalmas mennyiség ez a 100 millió korona, még akkor is, hogyha inflálódott ez az összeg, és hogy ezt
kölcsön adja nekik, ők be fogják fektetni, valutát, dollárt fognak venni érte, és majd 10-15%-os haszonnal meg fogja ezt kapni. Ezt decemberben tervelték ki, akkor decemberben felment a lakásukra, de akkor nem ölték még meg, mert hiába kábították el, és elvágták valahogy egy üveggel a kezét. Nem, idézőjelben mondom, hogy nem volt ez a gyilkosság az ő szemükből sikeres, viszont január 7-én akkor egy újabb találkozóra hívta Léder Erné Kodálkát, aki vitte is azt a, akkor csak nem 100 millió koronát, csak 70 millió koronát odaadta nekik, akkor lejtatták, és a szolgálati fegyverével, mint a Kruditól már idéztem, a Léderer megölte Kodálkát, és ami a bestiális kegyetlenséget bizonyítja, 22 darabba vágták a gyengébb idegzetűek, ilyenkor szokták írni a tévébe, hogy akkor most ne hallgassanak ide, vagy ne nézzenek ide, mert borzasztó volt az a mód, ahogy őt megölték. A bőröndökbe rakták a darabokat, és a Gubacsi hídnál bedobták a Dunába. Ami az éjszaka során, és egy éjjeli őr észrevette, és jelentette ezt az esetet, és amikor mentek haza, akkor már a rendőrök már várták a lakásnál, és ami még ide tartozik, és fontos ezt is megjegyezni, hogy mivel követték el ezt a gyilkosságot, mit találtak a rendőrök a helyszínen. Bűnjelként lefoglalt a rendőrség egy véres húsvágó bárdot, egy nagy konyhakést, kézi bőröndöt, véres párnát és lepedőt. Tehát a rendőrség nagyon gyorsan megtalálta a tetteseket. Ugye a dal szerint mi van a kosárban Kodálkának keze, feje, lába, de a feje soha nem került elő, csak a többi testrésze, és mégis ugye a dalban, ebben a ritmusban ez található. Tehát ekkor derült ki a vallatás során, illetve a per során, hogy ők korábbi bűncselekményeket is elkövettek. Egy Boros István nevű embert, aki szintén a barátja volt a Micinek, őt is eltették lábalól, és tőle is elég nagy pénzt csaltak ki. De ezekre az esetekre nem terjedt ki aztán a nyomozás, konkrétan csak ezt a Kodálka ügyet vizsgálta a rendőrség. A katonai törvényszék előtt, hiszen csendőrfőhadnagyként a polgári peres eljárásban nem folytathatták le a vizsgálatot. Őt 1925. májusában csalásért, gyilkosságért, hullarablásért először rangvesztésre, azaz lefokozták, nem főhadnagy, volt már tovább főhadnagy, a csendőrségtől elbocsátásra ítélték, és kötél általi halálra ítélték. Na most ezt biztos, hogy tudják, hallották, hogy egy tiszt, egy gyakorló, egy aktív rendőrtiszt, vagy katonatiszt, vagy csendőrtiszt, az egy plusz büntetés, hogyha az kötél általi halál. Emlékeznek talán az Aradi 13-ra. Tehát a védője, ez a Kugel János ügyvéd fellebbezett, hogy a halálbüntetést változtassák esetleg életfogytiglanra, de minimum kegyelemből próbálta a kötél általi halált golyó általi halálra kieszközölni, de ez nem sikerült neki, és egy évvel később, tehát több mint egy évvel később, zárójelben jegyzem meg, azért tartott ez olyan sokáig az ő kvázi vizsgálat, nem, ez már nem vizsgálati, ez már ítélet utáni fogsága, mert a Léderer-né elleni per az hosszabb ideig tartott, és ott tanúként akarták kihallgatni, ki is hallgatták, és mi volt az indok, hogy miért ölte meg a Kodálkát? Hát mert hogy a felesége jó hírnevét meg akarta védeni azzal, hogyha elhallgattatja a szeretőt. Ugye 1925, hát akkor azért még úgy látszik erre a csendőrségen belül azért erre adtak volna. Tehát 26. november 14-én végül nem golyó általi halálra, hanem felakasztották, ahogy az első ítélet is szólt, és Léderernét először halálra ítélték, és utána életfogytiglanra változtatták ezt az ítéletet, és 15 év után jó magaviselete miatt kiengedték. És állítólag még a 60-as években is látták Budapesten virágot árulni valahol az Emke környékén, vagy a most már nincs ez a Mézes Mackó, vagy ott a...
Már több helyen, úgyhogy ez, ennek nem tudtam utána járni, mert azért ez egy része városi legenda, hogy mi történt vele. És Prónai Pált emlegettem, mint akinek az egységében, különítményében Lederer Gusztáv tevékenykedett. Őt tanúként hallgatták ki a per során, illetve először a rendőrségen, Radocsai Jenő rendőrkapitány, és ő említette azt, hogy korábban is voltak a Lederernek eléggé piszkos ügyletei, úgyhogy ezért is bocsátották el ebből a különítményből. Néhány feldolgozás ezzel a témával kapcsolatban, amiről már beszéltem, ez a Krúdi Gyula féle régipesti históriák, és 2009-ben, tehát nem is olyan régen, Jankovics Éva dokumentum regénye jelent meg, Lederer Némi van a kosárban címmel, és amit nagyon várok én, a Szász Jánosnak a filmje, amit 2017-ben fognak majd bemutatni, már egy részét forgatták is, és ennek a Sóhajok hídja lesz a címe, és még ezt is már az interneten találtam, hogy a főszereplők kik lesznek majd a filmben. Ami Krúdinál egyértelmű, hogy ő a fő bűnösnek a feleséget tartja, és ebben a régipesti históriák elbeszélésben, ezt még szeretném felolvasni, le is írja ezt, hogy miért van ez, hogy ő fő bűnösnek tartja. Élettörténetét piros kötésű regényből kezdi. Ama Marlittokból és Kurzmalerekből, amelyeket a kassa csendjében akkor olvasgatott, amikor úgy unatkozott, hogy már a szőke kontját sem volt kedve megigazítani a kávéházi tükörben. Magában tán azt gondolja, hogy ezeknek a megmerevedett hadbíráknak is éppen úgy imponálni tud a mesélgetésével, mint egykor a pozsonyi helyőrség lejtinantjainak. Elmondja tehát a hadbíró kérdésére, hogy angol lordnak a törvénytelen lánya. Tehát itt a haditörvényszék előtt is igyekezett megtartani Lederer Gusztávné úriasszonyi fölényét. Egyébként is ama nők közé tartozik, akik kellőképpen megtartják a társadalmi rangokat, amikor sikerült nekik maguknak is valamely sarzsihoz jutni a társadalomban. No, de az életben vannak kellemetlenségek, a német ponyvaregényekben is szenvednek bizonyos időben a hősnők méltatlanságokat, bántalmakat, megaláztatásokat, de az utolsó lapon majd minden kiigazodik. Helén vagy Mary diadalmasan tér vissza Tölgyfa utcai otthonába. Hát, hogy diadalmasan vagy nem, állítólag ő tényleg visszakapta azt a Tölgyfa utcai lakást, és a 60-as években ott élt. Ez mondjuk csak Krúdinak lehetett a látomása, hogy majd ez történik Lederern és Schwarz Micivel is. Azon túl, hogy ez tényleg nagy port kavart a fővárosban, és nagyon sok újság, nem csak bulvárlapok foglalkoztak ezzel, és még az utókor is elő-elő veszi ezt a témát. Azért volt ez egy tényleg nagy érdeklődésre számottartó dolog, mert ez az időszak, amikor Magyarországon 1925-26 a betleni konszolidáció Magyarországot kezdik elismerni, népszövetségi kölcsönből sikerül a 27 január 1-én a pengőt beváltani. Találtam egy olyan, illetve a koronát beváltani pengőre, az új pénzegységre, találtam, mert keresgéltem egy olyan adatot, hogy mennyi is lehetett az a korona és a pengő átváltás. Ugye volt hatalmas hiperinfláció Magyarországon 1945-46-ban, erre mindenki, nem azt mondom, hogy emlékszik, hanem olvasott róla, hallott róla, és még biztos van a ládafiókban otthon eltéve néhány millió és billió pengő, de az első ilyen nagy infláció a koronának az inflációja volt. Egy pengőért 12.500 koronát számoltak át. Tehát ha most osztanak, szóroznak, akkor az a 70 millió korona vajon mennyi lehetett, ezt most nem számoltam ki, de azt meg szintén tudják, hallották, hogy ez is egy ilyen korabeli sláger, hogy 200 pengő fixel mindenki könnyen viccel, tehát azért a 200 pengő az nagyon sok lehetett, akkor hogyha megszorozzuk ezt a 12.500 koronával, vagy 12.500-al, akkor megvan a korona is. Tehát Budapesten és az országban is azért ez az ügy elég nagy port kavart ebben az időben.
Azt hiszem, hogy a Lederer ügyre úgy többet nem kell azon túl, hogy tényleg egy kegyetlen, pokoli kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság volt, és valóban csak azért, hogy minél több pénzük legyen. A másik ügy, ami sorozatgyilkosságnak is tekinthető, ez az arzénes ügy, ami nem Budapesten, nem a fővárosban, és ezért is választottam egy bűnügyet, egy ilyen híres hírhet bűnügyet a fővárosból, a másikat a vidékről, hogy bemutassam azt, hogy azért az a vidéki lét, ami Magyarországot azért jellemezte, hiszen ebben az időben, a 20-as évek végén már a falukutató mozgalom megindul, szociográfiák jelennek meg, megpróbálják egy kicsit felrázni a vidéket. Ott sem minden fenékig tejföl, és ott is követnek el gyilkosságokat, csak egész más módon. Ugye ez az arzénes asszonyok, ők a felelősek ezért. És ugye az előbb a Krudit idézve azt mondtam, hogy ő főbűnösnek a feleséget tartja, itt pedig egyértelműen az arzénes asszonyok esetében, illetve a mérgezéses ügyek esetében az elkövetők szinte kivétel nélkül asszonyok voltak. Most nem érdemes belemenni, talán majd egyszer, egy pár év múlva, ha megint sor kerül egy ilyen Ludovika előadásra, akkor a női szerepekről lehetne és gender témában erről beszélni, hogy miért pont az asszonyok voltak azok. A szociográfiák azért megemlítik, és a későbbi feldolgozások is, hogy miért pont a nők folyamodtak ehhez a módszerhez. Az, hogy miért reggel ölnek az évszázadok óta, az mondjuk természetes dolog, ez mégsem annyira brutális, mint valakit feldarabolni, de hát mégiscsak gyilkosok voltak ezek az asszonyok. Az első ilyen arzénes gyilkosság nem is a Tiszazúgban volt, hanem már a 19. század végén, 1896-97-ben Hódmezővásárhelyen jöttek rá arra, hogy ez a Jäger vagy Jéger Mari nevű nő meggyilkolta arzénnal a apját, testvérét, tehát a férfi rokonokat. Aztán az első bizonyított gyilkosság itt Nagyréven, majd fogok mutatni térképet, hogy merre is van ez a Nagyrév, és merre van a Tiszazúg, az 1911-ben, tehát a háború előtt történt, és megint egy rövid részletet szeretnék felolvasni Móricznak a Tiszazúgi méregkeverők című írásából. Ez egy sorozat, ami a Nyugatban 1930-ban jelent meg, hiszen ő is végigkövette a szolnoki, majd a később a szolnoki tárgyalást, aztán a budapesti tárgyalást is. És a kezdetekre szeretnék utalni, hogy ezt ő hogy fogalmazta meg. Hogy tört ki ez a mérgezési járvány? Történt, hogy a faluban a bába asszony beteg mellett ült. A beteget nagyon lepték a legyek. Jaj, nem győzzük lélekkel, panaszkodtak, bár a jóisten segítene rajta, hogy lepik a legyek szegény beteget. Majd én segítek rajta. Hozatott a boltból légypapírt, stányérokba áztatta a halálfeles sárga papírt, és körülrakta vele a beteget. De a legyek csak lepték a beteget. Kávét kért, s jó cukros, teljes kávét öntött a papírra, akkor majd nem jönnek a legyek. Ahogy elfordult, a kis cica odament, s megitta a kávét. Addig-addig beszélgettek, a cica elkezdett sírni. Mi baja a macskának? Mi baja a macskának? Megdöglött. A bábának feltűnt a kismacska halála. Hazament, s a szobában a tányérról kiöntötte a legyeket a ház előtt. Egy kis csirke odajött, megette a legyeket. Megette a kis tarka csirke, s nem sokára elkezdett szédelegni. Azután megdöglött. Ez már szeget ütött a bába fejébe. Leöntötte a tányérokról a légyvizet, és beletöltötte a kiskutya szájába. A kutya is megdöglött tőle. Hisz ez nagyszerű, mondta a boszorkány. Ez jó, ez kell. Csinált ilyen légyvizet, visszament a beteghez, beadta neki, az is megdöglött. A család megsiratta, meggyászolta, s örültek, hogy a jóisten így segített rajtuk. Most már a bába egy zseniális találmány birtokában élet-halál urának érezte magát. Sok-sok évig, talán egész évtizedig őrizte a titkát, míg egyszer csak alkalma volt hasznát venni. Vége lett a háborúnak, hazajött egy vak katona. A felesége gyűlölettel fogadta, mert már mást szeretett, s megmaradt az ura házsátos rossz természete. Azt mondja a bába, mit kínlódsz vele? Beadták borban az orvosságot, az ember gyomorbajt kapott. Orvost hivattak, az megvizsgálta, orvosságot rendelt, megcsináltatták. Éjszakára a bába mézes pálinkát csinált, hogy jobban aludjon, belekeverték az arzént, reggelre a beteg kész volt. Most aztán megindult a suttogás. Mit kínlódsz vele?
Tehát Móricz így vezeti föl ezt az egész szörnyű gyilkosság sorozatot, és látnak néhány szak feldolgozást. Az első Gunc Péter és Gyáni Gábor történészek foglalkoztak már vele, ott van mellette a dátum, aztán Doros Judit újságíró, aki tényleg utána járt ennek az ügynek, majd 10 évvel ezelőtt. És aminek én nagyon örültem, és azt mondtam, hogy ugye a hírtévés szereplés után újabb és újabb irodalmat gyűjtöttem, forrásokat gyűjtöttem, hogy fiatal, mondhatom azt, hogy történész kollégák, PhD hallgatók az ELTE-n, és az egyik kollega, nem írtam ide a nevét, de az egyik kollega, aki benne volt ebben a teamben, nálunk oktat a karon. Tehát ők is foglalkoznak ezzel az üggyel, támogpályázatból nyertek erre pénzt, és nagyon jól összeszedték, és nagyon jó forrásként használható mindegyik. Itt az ígért térkép, hogy merre is van ez a Tiszazug. Ugye Jász-Nagykun Szolnok megyében, ott a Magyarország térképén egy körben, és azok a települések, ahol ezek a mérgezéses gyilkosságok előfordultak. A következő térképen pedig van ez egy színes térkép, ott talán jobban látszanak a falvak. Ugye ahol Nagy Rév volt az a fő falu, ahol ezeket a gyilkosságokat elkövették, és a mellette lévő a Tiszakürt nevű település. Cibakháza talán ismertebb név, onnan mentek ki majd a csendőrök, és ugye Nagy Rév ott van Cibakháza mellett, de majd lesz egy rövid filmbejátszás is, és ott az egyik idősebb asszony elmondja, hogy hát nem csak itt volt máshol is. Tehát majd gondoljanak vissza erre a térképre, és be tudják azonosítani, hogy szinte majdnem minden településen egy-egy dolog előfordult, csak ebben a két faluban, Nagyréven és Tiszakürtön engedélyezték az exhumálást, és bizonyosodott be, hogy valóban az a 162 sír, amit felbontottak, az a benne lévők, azok mind Marzén gyilkosság áldozatai lettek. Itt is a korabeli forrásokat, ahogy az előzőekben itt is szeretném bemutatni, és ugye a Móricz, amit már idéztem, ő oknyomozó riporterként is feltűnt, és nem csak az ő sajátos jellegzetes stílusával írta meg ezt a történetet, hanem utána is járt a dolgoknak, és olvasott újságot, részt vett a tárgyalásokon. Itt vannak ezek a feldolgozások. Ami érdekes, Hágy Gyulának a Tiszazug című drámája, amit 1936-ban írt meg, és a Nemzeti Színház 1945-ben, tehát a II. Világháború után mutatott be. Nyírő Józsefnek van egy hasonló témával foglalkozó kötete, ahol a Kopjafák című elbeszélése foglalkozik ezzel. Említettem a szociográfiai feldolgozásokat, a falukutató mozgalmat, Féja Géza, Viharsarok, ami mondjuk most már nincs a térkép, de az lejjebb, Békés megye, az a Viharsarok, de Alsó-Tiszavidék földje és népek, Kovács Imre, Néma forradalom, és még egyszer majd fogok a Sánta Ferencről egy rövid idézetet, vagy illetve egy utalást tenni, és a legújabb Sát Katalinnak a Csupaszon című feldolgozása. Nagyon érdekes, hogy ő Nagyréven vett egy tanyát, és oda költözött Holott. Ugye Nagyrév úgy vonult be, hogy az alzénes asszonyok gyilkosság, és mindenki kerülje el azt a tanyát, mert borzasztóan még a földből is az arzén jön. 1929 áprilisában, júniusában, áprilistól júniusig jó pár névtelen levél érkezett a szolnoki ügyészségre, és ezekben a levelekben megemlítettek 4 nőt, hogy abban az évben ők arzén segítségével eltették a férjüket, apjukat, testvérüket, sőt még van olyan is, aki a saját gyermekét is megölte. Ez az a film, amiből részleteket fogok majd játszani. Ez a 2005-ben volt egy dokumentumfilmfesztivál, és ennek a holland rendezőnek, Astrid Bussingnak a Komp nem üzemel, vagy az angol fordítása, ami érdekes, hogy Angel Makers lett a címe, indult ezen az amszterdami filmfesztiválon, és első díjat nyert egy 34 perces film. A Inda videón megtalálható, hát nem fogom az egészet természetesen lejátszani. Névtelen levelek jöttek, tehát itt a Kösik házához. Benne a névsor, hogy kik mit csináltak, kitöltek meg.
Így kezdődött, így. Hogy is mondjam, Tisza kürtön összeveszett két asszony, és rákiabálták egymásra, azt, hogy ki mit kitört meg, és így pattant ki ez az ügy. És akkor ugye Tiszakécskén is, Inokán, Tiszakürtön, Cibakházán, Tiszaföldváron, mindenütt voltak. Minket az bosszant meg, az zavar a legjobban, hogy ezt az egész országban csinálták. Ez mindenhol volt annak idején, mindenhol rájöttek erre, hogy ezt... mit lehet ebből a légypapírból kioldani, mindenhol csinálták, és én úgy tudom, hogy a Dunántúlon még Zalába is volt, meg itt az összes környező településen volt, csak ugye azért híresültünk el mi erről, mert hogy egyedül itt engedte meg a jegyző, hogy exhumálják a holtesteket. Igen, ugye itt a film a címét innen kapta, hogy a komp nem üzemel. Tehát ebből a filmből még a későbbiekben is még két részletet majd szeretnék bemutatni, hiszen egészen más, hogyha olyanok mondják el, akik ott élnek, és majd hallani fogják, hogy van olyan idős néni, aki emlékszik is arra, hogy mit csinált a bába. És az még nem hangzott el, hogy ki az, aki ezt a... Ja, tehát a Móricz részletben benne volt, hogy a bába, de miért pont a bába? Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ő évszázadokig nagyon fontos szerepet töltött be a falunak a társadalmában, és a születésszabályozásban, esetlegesen a gyilkosságokban is részt vett, és nagyréven is ez volt a helyzet már a 10-es évektől, hogy ő nagyon jó viszonyban volt a falu orvosával, hát ő közvet, falunak nem volt orvosa természetesen, hanem aki kijárt a faluba a jegyzővel, tehát ő a falu elit rétegéhez tartozott, aki tanult volt, mert bába azért nem lehetett mindenki. És itt a bába szerepe, aki Fazekas Gyuláné, Olá Zsuzsanna, ebben a 29-ben ő már 64 éves volt, de ő volt az, aki 1911-ben odaadta a mérget, az első részletből ezt hallhatták. Úgyhogy nem szeretett, segítek rajtad, adok olyan szert, és oda raktam zárójelbe, hogy mit kért érte. Kért érte mondjuk 1 liter pálinkát, meg 3 zsák gabonát, aztán a későbbiekben már pénzt is, amikor már túl sok élelem halmozódott föl. És ha 100 orvos nézi, akkor se derül ki semmi. Azért annyira nem volt okos, hogy tudta volna, hogy az arzint évtizedek, sőt jóval később is ki lehet mutatni, évszázadokig ki lehet mutatni. És mit kínlódsz vele? Ez az, ami elterjedt, és nagyon sokszor ezt a mondatot kellett mondani, hogy mit kínlódsz vele, könnyíts rajta, ez volt a másik, hogy könnyíts rajta, jobb lesz neki is, meg mindenkinek. És ugye a bábáról ez is szintén egy Móricz idézet, hogy valósággal hatalmába kerítette az asszonyok lelkét, a bába volt a gyóntató, a vigasztaló, a mérgező, a bába hajtotta el a magzatot, és ezzel zsákmányává lett minden asszony, aki hozzáfordult. A bába volt az ördög képviselője, aki játszva szedte áldozatát. És a következő megint egy részlet, ez egy 5 perces részlet lesz, ez az eleje, nagyon érdekes tényleg, rögtön ezzel kezdődik. 2 van még velük itt a falut, Arzénus, aki benne volt, és hát ez az ételbe, tétébe mindig keveset, csak azt vették észre, hogy romlik le fel az ember, romlik le fel az ember. 2 hónap múlva kipurcant. Persze. Aztán én sorba mentek. Sokan volt. Sokan. Egyik asszony megmérgezte jobban az urát, mint a másik. Nem is egy, meg 2, hanem ezek folyamatosan mentek. Eltemette az asszony ezt a megmérgezett urát, és akkor még volt pofája neki ráírni a fejfára, hogy hát nem tudom már szöveget egészen, csak az a lényeg, hogy hát ide jövök hűférjemhöz pihenni. Kétfelől is érintett vagyok ezen a téren. A volt férjemnek a dédmamája is elítélt volt ebbe a perbe, meg a dédapámnak apukám
révén a dédapámnak a nővére volt a bábasszony. A férjemnek a nagyanyját azt én gondoztam, tehát én törődtem vele, mert más nem igazán volt, aki törődjön vele, és konkrétan az ő édesanyjának a története, meg az édesapjának a története is benne van ebbe az írásba. És akkor abból adtam össze, hogy akkor erre gondolt, hogy az édesapja ugye meghalt, mert azt az édesanyja megmérgezte, és akkor ő meg azért maradt egyedül, mert az édesanyját meg perbe fogták, meg elítélték, ő a börtönbe halt meg az ő édesanyja. Az illető, aki ezt csinálta, az állítólag az elment minden ilyen házhoz, megtudta, hogy hát nem jó élnek, azt akkor ez felajánlta a szolgálatait. Én ismertem, de én nálam szült is a fiamat, annál, a bábánál szültem. És milyen asszony volt ő? Hát aranyos volt, így a néphöz. Hát ugye ki a fene gondolta még, hogy ennek még mi van? Hát azt mondják, olyan volt neki, mint egy laboratóriumja a spejze. Hát doktornak nincs annyi műszere, mint annak. Foglalkozott baba elküldésekkel is, minden volt. Abból élt. Két asszony tudta, hogy rosszul illek, két asszony, vagy két szomszéd asszony, azt mondja, hogy tudok én Zsuzsi néni hölmenyéjel ad neked. Azt akkor nem gondolták azt, hogy hát kitudódik, és majd felboncolják, meg kiveszik a sírbú, kihantolják. Ha el volt temetve is, akkor is meg lehet alapítani, hogy mérgezés volt a halála. Akik nem jó éltek házas életét, akkor mit küzdködsz vele? Ez volt a jelszó. Az mondta, aki a mérget. De saját fiát eltette az asszony. De miért? Mert lábalat volt. Valami fogyatékossága volt, vagy a fene tudja. Hát én se ismertem. Ilyeneket, abban az időben. Hát mondom, én még akkor nagyon fiatal voltam. A férjüket eltették. Bizony. Volt egy lábbarat, volt neki egy barát mellette. Az ember tűnye. Nem akartok válni, hanem így örökösen megváltak. Akkor még az volt ám a divat, hogy nem lehetett elválni. Na meg aztán még más is az, hogy akiket a szülők akartak, ahhoz mentek hozzá a lányok. Ha tetszett nekik, ha nem. Kiválasztották a szülők nekik. Akkoriban még az volt a... Nagyon kevés volt az, aki ő magától kiválaszthatta magának, hogy kihoz menjen hozzá. Ha szerette, ha nem, hozzá kellett menni a lánynak. Tehát akkor itt még van az a gorombaság mindjárt. Feljelentés hatására most már vizsgálódott a Szolnoki ügyészség kiküldte először a cibakházi csendőröket, és a 77 feljelentés ez alatt a néhány hónap alatt megérkezett, és kihallgattak, 28 nőt állítottak végül bíróság elé. Ami még egy adalék tartozik ide, hogy ez az orvos, akiről tettem már említést, hogy kijárt a faluba, tehát nem a falu orvosa volt, a helyi körzeti orvos, Szegedi Kálmán, mert 1924-ben felfigyelt arra, hogy gyanús halálesetek történnek itt a faluban, és ő próbálta is, hogy megállapíthassák, hogy vajon mi történhetett, és írt egy jelentést. A halál okát megállapítani nem lehetett, de az a körülmény, hogy a betegnek az utolsó napokban alvászavara, hányása, hasmenése volt, gyanúsá teszi, hogy nem rendes halál által múlott ki.
A haláluk a szívszélhűdés, de azt mi idézte elő a hulla külvizsgálata által meg nem állapíthatom. És ő a halottkémhez fordult, hogy hadd lehessen megnézni és exhumálni a holttestet, és nem engedélyezte, mert azt mondta, hogy hát az túl drága lett volna, ezek az emberek előbb-utóbb úgyis meghaltak volna. Nagyon érdekes volt a hozzáállása a halottkémnek, viszont néhány évvel később, 5 évvel később már annyira felszaporodott a halálesetek száma, hogy már kénytelenek voltak vele foglalkozni, és ahogy már említettem, hogy a sírokat kinyitották, felnyitották, és 162 mérgezéses eset bizonyítottan kimutatható, és aztán leálltak vele, mert egyes források szerint ez több százra tehető, ami csak ebben a két ezen a két településen a halál oka volt az arzénes mérgezés. Ez nagyon rossz fényt vetett volna Magyarországra, úgyhogy inkább leállították, és ahogy elhangzott a fiatalabb hölgy szájából, nem csak Tiszazúgban voltak ilyen gyilkosságok, hanem valóban Zala megyében is, Békés, Csongrád megye, ugye hát Hódmezővásárhelyt említettem a bevezetőben, hogy már a 19. század végén ilyen dolog előfordult. Tehát hallgatott róla mindenki, és annak ellenére, hogy nagyon sokan tudták, hogy mi történt, és nem kell bolygatni, ez nem jó fényt vet a vidékre, a településre, Tiszazúgra, Szolnok megyére. Első tárgyalást a szolnoki királyi törvényszéken december 15-én tartották, tehát ekkor már meglepően felgyorsultak az események, és 12 tárgyalás volt 29 és 31 között. És na, innen indul ez a 2,5 perc, hogy ki tudott róla és miért? Szerintem igen, erről itt mindenki tudott. Biztos, hogy nyíltatok volt. Szerintem még az érintettek is tudták, hogy potenciális áldozatok. Tehát szerintem a férfiak is tudták, hogy csak lehet, hogy mindegyiknek volt akkor önbizalma, hogy úgy gondolta, hogy ő tudse. De szerintem azok is tudták. Hát ezt az egész falu tudta. Még a szomszédunkban is volt egy asszony. Aki eltette az urát. Szabó Mari néni maga ismerte mami. És miért tette ő az urát? Mert ugva volt. Volt, aki hazajött betegen. Honnan? A háborúból. Mert volt ilyen nem általában. És ugye ezeknek volt, egyik Sánta volt, a másik vak volt, meg hát szóval ezek ott. Hát aki háború viselt emberek voltak. Hát igen, így beszélték a szüleim. Egyébként én ugye nem ismertem őket, vagy nem tudtam, hogy mint ők beszélgették ott a szüleim, hogy megérdemelte. Ez is megérdemelte, az is megérdemelte, mert nagyon durva volt. Ittak az emberek, és akkor durvák voltak. Ugye majdnem mindenkinek volt szőleje, bora, és ittak az emberek, összejöttek. Akkor persze ott, ha nem dolgoztak, ha egyszer ilyen részeg ember az nem dolgozik meg, aki eltölti az időt, és akkor hát ugye az asszony se győzött mindent megcsinálni. És durvák voltak, megverték az asszonyokat. Nem lázadás volt ez menekülés volt. Ki akartak kerülni abból a borzalmas élethelyzetből, amiben éltek, és akkor valaki, konkrétan a bába, kínált egy viszonylag egyszerű megoldást. És én úgy gondolom, hogy ő valamilyen szinten tekintély volt itt a faluba. Őre hallgattak. Tehát amit ő mondott, azért annak súlya volt. És akkor ő kínált egy megoldást, hogy kiszabadulhat abból a helyzetből, ami számára elviselhetetlen volt. Hát próbálnak magyarázatot adni arra, hogy miért is történt ez a dolog. Ami viszont tény és motiválta, és a falukutatók, szociográfusok, szociológusok kimutatták, hogy mindennek a mozgató rugója az volt, hogy a vagyon, a föld ne osztódjon több felé.
Ez az egyik, a gyerekeknek a meggyilkolása. Ha valahol iker gyerekek születtek, az egyik biztos, hogy meghalt, maradjon csak egy. Ugye arról biztos hallottak, hogy az ormánságban volt divat az egyke. Legalábbis Kodolányi János szerint, aki ezt a területet vizsgálta, ott az egyke. De egyke azért máshol is volt. Itt a Tiszazúkban is előfordult az, hogy egy gyerek maradjon, hogyha az nem épp egészséges, akkor nincsen rá szükség. És arra sincsen szükség, aki nem tud dolgozni, akinek már semmi hasznát nem vesszük. És ebben a paraszti világban az a fontos, hogy dolgozni tudjon, látástól vakulásig, és akkor tartjuk, akkor érdemes vele foglalkozni. Említettem, hogy visszatérek Sánta Ferencnek a novellájára, a Sokan voltunk című novellára. Lehet, hogy ismerik, itt arról van szó, hogy tényleg sokan vannak. Van egy nagypapa, aki önként vállalja azt, hogy kimegy a büdösbe. A büdös barlangba. Aznap este, amikor ő ezt eldönti, hiszen nincs mit enni. Tél van, a gyerekek fáznak, sok kisgyerek, és ő már 70 éves elmúlt, ő már öreg, megette a kenyere javát. Aznap este hoznak egy tyúkot, hoznak bort, hoznak pálinkát, megetetik, megitatják, és ő saját maga önként vállalja a halált. És másnap reggel gyönyörűen a ruháját megtalálják a büdös barlang előtt. Tehát ez a novella is azt mutatja, és ugye a Nyírő novellát is említettem már, hogy a falusi társadalomban tényleg nincs szükség arra, aki már öreg, aki beteg, aki nem hajt hasznot. És van, akit eltesznek láb alól, van, aki viszont felméri ezt a helyzetet, és önként vállalja, talán öngyilkos lesz, és segít, ezzel segít a családon, hogy egy szájjal kevesebbet kell etetni. Néhány képet mutatok a vádlottakról a törvényszéken. De lényegtelen az, hogy hívták őket, mert 28 nevet, 43 név volt először, akiket bíróság elé állítottak, de a 43-ból 11-et felmentettek, mert nem találták bűnösnek őket, akiket elítéltek, majd később azt is fogom mondani, de a 43 rögtön 33. Bocsánat, 32 lett, hárman öngyilkosok lettek, és az első öngyilkosság az a bizonyos Zsuzsi néni, aki már 1911-ben így tett el láb alól valakit. Amikor jöttek a csendőrök, akkor ő ezt kifigyelte, és megitta a marólugot, amit ő előre elkészített magának. És az egyik idős néni említi azt, hogy ő akkor még kicsi gyerek volt, és bekukucskáltak a kapu kulcsukán, és látták, hogy a bába asszony ott fekszik, a lábai az égnek. Hogyha esetleg megnézik a filmet, akkor 34 percet ne sajnáljanak rá, és akkor ezeket a történeteket még hallják. Tehát itt van néhány elítélt asszony, aztán, illetve akkor még a bíróság előtt csak a tárgyalás során. Itt már az arzénes elítélt asszonyok láthatók, itt vannak a szolnoki fogháznak az udvarán. És az utolsó kép, ez a fiatal asszony, a Szabóné. Ő a börtönben szülte meg azt a kislányt, akit ott látnak a karján, és egy éves koráig a kislány ott lehetett mellette, és utána akasztották föl a nőt, mert megölte az apját, a férjét, meg azt hiszem az apósát is. Tehát nem volt pardon az ő esetében. És az ítéletek, 6 halálos ítélet született, ebből 3-at hajtottak végre, ez volt az egyik, ez a bizonyos Szabóné, Szabó Lászlóné, Szabó Mária. Mindegyikhez odaírtam, hogy mikor hajtották végre az ítéletet, és hogy a többiek milyen büntetést kaptak. Ez a szolnoki királyi törvényszéken hozták ezeket az ítéleteket, és egy érdekesség és egy csavar a dologban, hogy amikor fellebbeztek, akkor a fellebbezés nem a szolnoki törvényszéken, illetve itt tárgyalták, hanem a budapesti királyi táblán, és a fellebbviteli fórumon a legtöbb esetben enyhítettek a büntetésükön. Volt olyan, akit Szolnokon halálra ítéltek, és Budapesten pedig felmentették. De az idézet, ez a Móricz idézet, hogy rettenetes az a szellemi nyomor, amelyről a szolnoki tárgyalás levonja a gyásztakarót. Ha ez sem korbácsolja fel a magyar öntudatot, akkor Magyarországra is rámondhatja egyik sorsa másiknak, mit kínlódsz vele. Ezzel fejeződik be a Nyugatban megjelent sorozata,
Egy kicsit hosszabb ez a részlet, de most ebből többet nem olvasok fel. Erről beszéltem, hogy a fellebbezési fórumon enyhébb ítéleteket hoztak. Ez a Cseri Lajosné például a Szolnoki törvényszék halálra, a királyi törvényszék halálra ítélte. Mi volt az indoklás, azt nem írtam föl, itt van külön papíron. Az elítéltet kegyelemre méltónak nem találom, mert a megállapított tényállás szerint apját, anyját ölte meg vagyoni érdekből orvul méreggel. A budapesti királyi tábla ezzel szemben viszont azt mondja, hogy a vádlottal szemben elfogultak voltak a meghallgatott tanúk, és a vádlott bűnösségét megállapítani nem lehet, mert a heveny arzén a méreg beadása után 60 perctől 6 nap alatt végez, és ezentúl már nem lehet megállapítani, hogy az elhalt szervezetébe a méreg teában, vagy másképp kerülte be. Ez van az ítéletében a budapesti királyi ítélő táblának, és ezek alapján a Cseri Lajosné Szűcs Lídiát felmentették. Úgyhogy még egy összegzés, hogy ahogy említettem, hogy összesen 43 gyanúsítottak vettek őrizetbe Nagyréven és Tiszakürtön, közülük 11-et szabadon engedtek, mert bebizonyosodott róluk, hogy vagy teljesen ártatlanok, vagy a nyomozás adatai alapján nincs elég bizonyíték ellenük, és az egyik asszony megőrült a fogdában, hárman pedig öngyilkosok lettek. A 12 tárgyalási napon, a szolnoki 12 tárgyalási napon bűnösnek tartott és elítélt 28 személy közül 2 volt férfi, a többi nő. Tehát erre utaltam, amikor arról beszéltem, hogy gender témában érdemes lenne megvizsgálni azt, hogy miért pont a nők, a férfiak pedig az áldozatok voltak. Ugye a Egeres úr említette ezt a mediációt, az áldozat és az elkövető, a victim offender mediation, ezzel foglalkoztunk elég sokáig. Tehát a filmből az derült ki, hogy sok esetben az áldozatok maguk is okolhatók azért, hogy végül végeztek velük, de hát nem ez a megoldás természetesen, hanem akkor fejezzük be pozitívan, legyen a mediáció, üljünk le, beszéljük meg a dolgot. A családon belül erőszak, ami Magyarországon is egy nagyon sokat kutatott téma, különösen az utóbbi időben, hiszen minden héten meghal egy nő családon belüli erőszak következtében. A megoldás itt is az, hogy beszéljük meg a problémát, és nem rögtön a méreg, nem rögtön a börtön, hanem a mediáció. Köszönöm szépen a figyelmüket!